Sziasztok! A mai alkalommal a változtatható ellenállásokkal és potenciométerekkel foglalkozunk. Segítségükkel a feszültségosztás és államosztás törvényét ismerjük meg, amit gyakran használunk fel egyszerű államközök megtervezésénél. A feszültségváltozás pedig analóg jelként értelmezve az Arduino segítségével olvassuk ki, érintve az analóg digitális átalakító legfontosabb kérdéseit. Kezdjünk is hozzá! A gyakorlatban sokszor előfordul az, hogy egy vagy több ellenállás pontos értékét a készülék bemérésekor, hitelesítésekor kell beállítani. Máskor gondoljunk csak a hangerő szabályozójára, az ellenállás értékét vagy két ellenállás arányát üzemközben és folyamatosan változtatnunk kell. Ilyen esetekben változtatható értékű ellenállást alkalmazunk, vagy más néven potenciométert a potenciométerek olyan ellenállások, amelyeknél az ellenállás két végpontja mellett egy csúszóérintkezőt, csúszkát is létesítenek. A csúszóérintkező, az ellenállás pálya meghatározott hossza mentén tetszőlegesen elmozgatható, annak mindig más pontjával érintkezik. Ezt a szakaszt működési tartománynak nevezzük. Az ellenállás pálya körgyűrű alakú, vagy egyenes kialakítású lehet. Ebből következik, hogy az elmozdítás történhet egy tengely elforgatásával, vagy egy csúszka egyenes vonalú mozgatásával. Azokat az ellenállásokat, amelyeknek ellenállás értéke egy tengely elforgatásával változtatható potenciométereknek nevezzük. Az eltolásra változtatható ellenállásokat toló ellenállásoknak nevezzük. Az olyan potenciométereket viszont, amelyek a berendezés bemérésekor vagy hitelesítésekor egyszeri vagy néhány alkalommal való beállítására szolgálnak, úgy alakítják ki, hogy csavarhúzóval lehet a csúszó érintkezőt mozgatni. Ezeket beállító vagy trimmer potenciométereknek nevezik. Az ellenállás pálya egyik végpontja és a csúszóérintkező közötti szakasz ellenállása, illetve a csúszóérintkező és az ellenállás másik végpontja közötti szakasz ellenállása két sorba kapcsolt ellenállásnak felel meg, melyeket a csúszka elfordításával változtathatunk, az egyik növelésével a másik csökken, a kettő összege állandó. Ez a teljes ellenállás pálya ellenállása. Ilyenkor szokás a csúszkát az ellenállás másik végpontjával elektromosan összekötni, hogyha a csúszó érintkező mozgása közben egy pillanata nem érintkezne az ellenállás pályával, a változtatható ellenállás ez az időre sem szakadást, hanem a teljes ellenállást mutassa. Ha az ellenálláspálya két végére feszültséget kapcsolunk, azaz a végpontok különböző potenciálon vannak, a csúszó érintkező mozgatásával a potenciál is változik. Ezért ezt az alkalmazást és ennek nyomán magát az alkatrészt potenciométernek nevezik. A harmadik kivezetés és a másik két láb valamelyike közötti feszültséget felhasználva a potenciométert változtatható feszültségosztóként használhatjuk. A potenciométer tulajdonképpen egy változtatható ellenállás, illetve feszültségosztó. Minden egyes változtatható ellenállásnak van legkisebb és legnagyobb értéke. A legkisebb érték a nulla, a legkisebb és a legnagyobb érték közötti tartományban nagyon eltérő lehet az elmozdulás ellenállás be. Lináris függvénygörbe esetén az ellenállásérték a pálya növelésével mindig egyenlő mértében nő. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a szögelforduláshoz mindig egyenlő ellenállás növekmény tartozik. Pozitív logaritmikus függvénygörbe esetén a pálya szakasz elején nagyon lassan nő az ellenállás értéke, a működési tartomány végén viszont nagyon meredeken emelkedik. A hangerőszabályozáshoz leginkább pozitív logaritmikus ellenállás görbét használjunk, mert az emberi hangérzékelő rendszer nem lineáris, hanem inkább logaritmikus módon dolgozza fel a frekvenciákat. A pozitív és negatív exponenciális jelleggörbélyű változtatható ellenállásokat a legkülönbözőbb fajta vezérlésekben alkalmazzák. Az analóg számítástechnikában és navigációs berendezésekben szinuszos és bizonyos S görbe alakú függvény szerint változó ellenállásokra van szükség. A jelleggölbék pontosága a változtatható ellenállás jóságának lényeges jellemzője. Már többször említettük, hogy a potenciométer feszültségosztó, de mit is jelent ez? Ismerjük meg most a feszültségosztás törvényét. A feszültségosztó egy olyan négy pólus, amelyet legegyszerűbb esetben két sorba kapcsolt ellenállás alkot. A tápszálló feszültség megosztik az egyes és kettes ellenállás között, ebből származik a feszültség osztó elnevezés is. Egyenállamú hálózatokban az rendelkezés álló feszültségnél nagyobb feszültség nem állítható elő, ezért a két feszültség összege megegyezik a bemenő feszültséggel Kirchhoff hurok törvénye alapján. Az OM törvény felhasználásával a következő két egyenletet kapjuk. Mivel mindkét ellenálláson ugyanaz az áron folyik keresztül, felírhatjuk az alábbi összefüggést. Soros kapcsolásban az egyes ellenállásokon fellépő feszültségek úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellenállások értékei, ez a feszültségosztás törvénye. A feszültségosztó kimeneti feszültségét a két ellenállás bármelyikéről levehetjük, jelen esetben a kettes ellenállásról fogjuk. Az áramerősség az OM törvény alapján számítható, behelyettesítve és átrendezve kapjuk a feszültségosztó képletét. A képlet számlálójában mindig annak az ellenállásnak kell szerepelnie, amelyről az osztó kimeneti feszültségét levesszük. A nevezőben pedig mindig a kapcsolás eredő ellenállását tüntetjük fel. A zárójeles részben a tölt mértékegység nélküli értéke legfeljebb egy. Ez felel meg annak, hogy a kimenő feszültség legfeljebb a bemenő értékű lehet. Összetett kapcsolásainkat így gyakran célszerű két ellenállás soros kapcsolására egyszerűsíteni, és utána a részfeszültségek meghatározásához a feszültség osztó képletét alkalmazni. Ha a feszültségosztóra terhelés kapcsolunk, például egy ellenállást, akkor ez a kettes ellenállással párhuzamosan kapcsolódik. Az eredő ellenállás értékét a már ismert módon számolhatjuk. Behelyettesítve ezt a feszültségosztó képletbe, az a következő képen módosul. Mivel a számláló értéke jobban csökken, mint a nevezői, ezért a terhelt osztó kimeneti feszültsége mindig kisebb, mint az ideális, terheletlen érték. Ez azt is jelenti, hogy a feszültség a műszer véges nagyságú belső ellenállása miatt a kapott feszültség mindig kisebb a valóságos értéknél. Nem keletkezne ez a hiba, ha a feszültségmérő műszerünk belső ellenállása végtelen lenne. Ezért a feszültségmérő műszerünk annál jobb, beiktatás annál kisebb hibát okoz, minél nagyobb a belső ellenállása. A feszültségosztás után ismerkedjünk meg most az áramosztás törvényével. Az áramosztás törvényét párhuzamos kapcsolások esetén értelmezhetjük. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon a közös mennyiség a feszültség, míg a rajtuk átfolyó áram, áramkorlátozó hatásaik függvénye. Ebből származik az áramosztó elnevezés. Az áramokra is érvényes, hogy sem i1, sem i2 nem lehet nagyobb a közös i áramnál Kirchhoff csomóponti törvénye alapján. Az egyes áramokat az Ohm törvény alapján számíthatjuk ki. Az egyenletekből a közös mennyiséget kifejezve és átrendezés után kapjuk az összefüggést. Ez szövegesen kifejtve azt jelenti, hogy párhuzamos kapcsolás esetén az áramerősségek fordítottan arányosak az ágaik ellenállásaival. Vagyis a csomópontba befolyó áram az ellenállásokon megosztik. Nagyobb ellenálláson kisebb, kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik. Határozzuk meg most az áramosztó egyik ellenállásán, például a kettesen az áram értékét a közös áram és az ellenállások értékének ismeretében. Az ellenállásokon eső feszültséget felírhatjuk a közös áram és a két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredője segítségével. Behelyettesítés és átrendezés útján kapjuk a keresett összefüggést. Ez az álomosztó képlete. Felépítésére hasonlít a feszültségosztó képlethez azzal a lényeges különbséggel, hogy itt a tör számlálójában szereplő ellenállás és a keresett áramindexe nem azonos, hanem éppen ellentétes. Összetett kapcsolásainkat így gyakran célszerű két ellenállás párhuzamos kapcsolására visszavezetni és az áramosztó összefüggését alkalmazni hogy túl vagyunk az elméleti alapokon, következzenek is Arduino programozás, ismerkedjünk meg az analóg jelek olvasásával. Az analóg digitális átalakító olyan áramkör, amely egy analóg, vagyis nagyságában folytonos elektromos mennyiséget, áramerősséget vagy feszültséget digitalizál. Vagyis nagyságát egy digitális számmal fejezi ki. Ezzel egy időben általában mintavételezi is azt, az időben folytonos változó analóg csak adott mintavételi pillanatokban alakítja át, így a digitális jel nem csak értékében lesz diszkét, hanem időben is. Az Arduino 6 speciális bemeneti lábbal rendelkezik, amelyek képesek analóg jeleket, feszültségértékeket beolvasni egy 10 bites analóg digitális átalakító segítségével. A felbontás megmondja, hogy az AD átalakító az analóg bemenőjelet jelet hány egyedi értékét tudja átalakítani. Mértékegysége minden esetben a bit. Például az az AD átalakító, amely az analóg jelet 1024 elemi értéke tudja felbontani, 10 bites felbontású, mert 2 a tizediken egyenlő 1024. Az Arduino tehát képes a 0 volt és az 5 volt közé eső feszültséget mérni, és egy azzal arányos 0 és 1023 közé eső 10 bites számá átalakítani. Az analóg digitális átalakítás közben kapott érték aránymérésen alapul. Ez azt jelenti, hogy a digitális érték és a mért feszültség aránya megegyezik az átalakító felbontásának és az alkalmazott referencia feszültségnek a hányadosával. Az Arduino esetén a referencia feszültség 5 volt, ami az 1023 digitális értéknek felel meg. Az aránypár átrendezésével bármilyen feszültség szinte számítható a digitális érték és vissza. A következő példaprogramunkban megismerkedünk a soros monitorral és plotterrel, valamint az analóg feszültségméréssel. Első lépésként állítsuk össze a kapcsolást a képernyőn látható ábra alapján. A potenciométer első lába az 5 voltos pinbe megy, a középső az analóg nullába, a harmadikat pedig le kell földelni. A kapcsolás összeállítása után jöjjön a program elkészítése. A Setup részben a Serial Badging parancsal egy 9600 bód sebességű soros kommunikációs portot hozunk létre, mivel a soros kommunikáció megkezdésekor a kommunikáció sebességét mindig be kell állítanunk. Most már képesek vagyunk adatokat küldeni, illetve fogadni az Arduino és például a PC között. Magával a soros kommunikációval később részletesen foglalkozni fogunk, de Arduino platforma leggyakrabban hiba ellenőrzése, úgynevezett használjuk a sorosportot, ezért már most meg kell ismerkednünk vele. Fontos, hogy amikor a soros kommunikáció megkezdődik, az LX, illetve a TX digitális kivezetések ki bemenetként nem, csak soros kommunikációs csatornaként használhatóak. A loop részben a kód megméri a potenciométer feszültségét az analog read utasítással. Az analog lábak alapértelmezetként bemenetek, és az analog read utasítással lehet a rajtuk lévő feszültséget mérni. A Serial Print Line utasítás segítségével az adatcsolt a soros porton kiküldjük. Az adatcsol végét a soremelés plusz a kocsi vissza karakterek zárják. Az utasítás működése megegyezik a Serial Print utasítással, csak Terminál program segítségével az előbbi könnyebben olvasható. Most, hogy elkészültünk a programmal, töltsük azt fel az Arduino-ra, és utána nyissuk meg a soros monitort. Az adatokat a PC-n, a soros monitoron keresztül követhetjük figyelemmel. Az analóg Read függvény 0 és 1023 közötti értéket ad vissza, eredményül a tekerőgomb állásától függően. A következő példában használjuk ki az aránymérés törvényét, és írjuk át úgy a kódot, hogy a mért feszültség nagyságát küldjük át a soros monitorra. Ehhez hozzunk létre egy float típusú lebegőpontos változót, amiben valós számokat tudunk tárolni, de csak egy gépi szó méretben. A voltage változó értéke azt mondja meg, hogy 5 voltnak hány 1024 része a bemenő feszültség. Végül ábrázoljuk az adatokat grafikusan a soros plotter segítségével. A potenciométer úgy viselkedik, mint egy feszültségosztó kapcsolás, amiben az ellenállások értékét változtatjuk, ezáltal a potenciométer kimenetén megjelenő feszültség függ a tekerőgomb állásától. A mostani anyagban megismerkedtünk a változtatható ellenállással, és láttuk, hogy ha az ellenállás pálya két végére feszültséget kapcsolunk, azaz a végpontok különböző potenciálon vannak, a csúszó érintkező mozgatásával a potenciál is változik, ezért ezt az alkalmazást és ennek nyomán magát az alkatészt potenciométernek nevezzük. A potenciométer úgy viselkedik, mint egy feszültségosztó kapcsolás. Az államköreink számos feszültségosztót tartalmaznak. Ha bármelyik államkörben ellenállást látunk, pláne sorba kapcsolva, kezdhetünk gyanakodni, hogy feszültségosztóra bukkantunk. A hangerőállítás nem más, mint egy feszültségjel leosztása. A feszültségváltozást, mint analóg jelet, egy analóg digitális átalakító segítségével alakíthatjuk át adott felbontású digitális számá, ellené néztünk példát az Arduino segítségével. Ez a videó kicsit hosszúra sikerült, de igyekeztem segítségével rávilágítani arra, hogy az egyes ismeretek, alkatrészek, törvények hogyan kapcsolódnak össze, hiszen ne felejtsük el, hogy az egész több, mint a részek összege. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Sziasztok!